Na, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, folytatjuk a Nio végigjátszását, és megnéztem, hogy a első főküldetésen hol van a Kodama, hogy mielőtt folytatnánk a játékot, azt felvesszük gyorsan, elrohanok oda, és megmutatom, hogy hol van, mert szeretném, hogyha benne lenne a videóban. Körülbelül 3 perc lesz felvenni. Mérjétek az időt. És ahogy sejtettem, a területnek az első felén van. És elmentem mellette, vagy 3-szor, 4-szer, 5-szer. A sprint! Sprintelünk! Oké. Okay. Ez eddig adott, ugyebár. Itt van a shrine, itt elmegyünk jobbra. Te nem lősz. Itt van a sok kappa, ő rajtuk átrohanunk, meg igazából mindenki. Itt van a 3 yokairium. Jó. Nagyon jó egyébként az egyik armoromba az az effekt, hogy ha kifáradok, akkor szinte instant fel tudok kelni. És itt volt ugye 2 nyakasbaba, és itt van a Kodama a fatörzsénél. Így ennyi. Jó. Most gyorsan megkeressük a branchet. És kimegyünk a pályáról. Tehát igazából 1 perc volt felvenni azt az 1 kodamát, úgyhogy hivatalosan is felvettük mindet. És akkor jöhet a következő főküldetés. Na. A következő főküldi viszont, ha jól emlékszem, és erről már az előző részben beszéltem is, hogy 2 bosszos lesz, úgyhogy viszonylag egy hosszú pálya lesz. Az első boss az szerintem könnyű, a másodikkal viszont meg szokott gyűlni a bajom. És akkor itt van, azt mondja, hogy 5-6 darab kodama. Oké. Azokat szépen felszedjük. Mindet. Úgyhogy a Kodama Sensei Spiritet még megtartjuk magunknak a pályára. Aztán majd a Phoenixet a bossoknál berakjuk. Ez lesz egyébként most a taktik. A pályán a szarvassal megyünk, bosszokhoz meg a főnixel. Hello, mi? Köszi. Jó. Itt. Nem ad semmit, okés. Na, megyünk tovább, és mielőtt bármit is csinálnék, őket. Úgy. Ne lövöldözzön rám senki. Azt hiszem, hogy erre kell majd menni, igen. Az meg shortcut lesz majd. Oké, okay. Jó, megvan. Te ott fönt, nem? Na, dobd ki a nyakadat. Ha mered. Mert te is meg is halt. Jó. Annyi elixírjen van, basszus, a sose fogy el. Na nézzük, hol lesz az első kodamánk. Mindig azokat keresem. Biztos unjátok már, hogy hú, Kodama, Kodama itt, a Kodama ott. Csak hát az a baj, hogy annyira fontos tartozéka a játéknak, mert annyi jó bónuszt adnak, hogy kell őket keresni. Tehát megvan 1. Úgy. Hát úgy érzem, alázunk. Jó. Gyere, haver, hopp. Hogy eldodzsolt? Állj ma anyádba, hopp. Ez fájni fog. Menj már innen. Aha. A grebetekkel akartál mi? Nem kapsz el, nem úgy van az. Nem adom én olyan könnyen magam. Figyeld. Bum.
Ez is ilyen búza lesz. Nagy. Gyere már ki. Jó. És erről is lehetett volna jönni. Csak én ugye elmentem a másik irányba. Aha. Jó. Lehetett volna erről is jönni, de nem. Nem erre jöttem. Nem hátulról. Na nézzük. Kösz az elixirt. Már itt van loot, ezt kérem. Jó. Szépen itt felmegyünk. Itt lőttem ki a csávót ugye a terület elején, és itt van egy ládékó. Oké, akkor nem ide kell jönni. Akkor hova? Erre tovább. Jó, meg vagyunk. Ja, most fogom kinyitni a shortcut-ot. Oké. Au. Remélem erre a shortcutra sem lesz szükségem sose. Egy. Nyisd már ki. Oké. Okay. Szépen erre. Na várjál. Gyertek. Szépen egyesével. Így, így. Szép halált. Erre? Ja, hogy erre is tudtam volna. Csak én ugye itt elmentem, itt feljöttem és itt estem le a shortcuthoz, de igazából erre el lehet jönni. És erre el is kell. Oké. Okay. Valaki észrevett. Azt te ugyan kinek riadózol, haver? Szóval a haverjaid mind meghaltak. Aha. Hihetetlen. Jó, semmi. Azt hiszem itt lesz a következő. Aha, itt van. Ó, hogy a golyó ideig elgurul. Értem. Hogy a golyó ideig elgurul. Na, még jól kinyitottam a shortcutot. Jó, hát akkor meghaltunk először a DLC-ben. Visszamegyünk a cuccainkért. Azért ott már volt egy pár jó dolog. Szóval, akkor jó, hova gurul? Oda, én meg pont oda mentem fedezékbe. GG. Na, te meg mit lődözöl itt nekem? Nekem tégyten te ne. Jó? Ellenfél és kodama. Megvan még egy. Várjál, az zsiráfnyakú. Úgy emlékszem, hogy ezt nem lövöldözzük fölöslegesen. Ez az. A zsiráfnyakúakat nem lőjük le. Mondom én, hogy ez az. Szevasz szépen magat. Kíváncsi lennék egyébként, hogy már mennyi elixírem van. Már 300 fölött volt, az előbb is 350 környéke. Loot. Nem baj, itt lesz a következő shrine, hogyha ezen itt végig megyünk.
Hely, ezt is felvenném. Tehát itt van a shrine-unk, ami jó. Kérem. Nem tudom, hogy mennyi egy szint, de van közel 10 millió. Most már 9 kereken, úgyhogy a Dexre szépen rámegyünk, és... Így, Kapunk sebzést a dobócsillagokra, meg a kunaikra. Oké, na nézzük. Közeledünk egyébként az első bosshoz. Odébb van még, de közeledünk. Na várjál, ide bejövünk. Ez opcionális terület, de ide bejövünk. Jó. Na gyere, haver! Hú, de gyűlölöm akkor így a hátam mögéjük. Utálom. Jó, ide a tárgyért kijövünk. Fire amulet, meg branch 2. Az mondjuk az a branch, az nem olyan rossz. Ugye ki akarsz venni a pályáról, úgyhogy ne veszítsél Amritát. Arra teljesen jó. És itt van fent egy kodama. Jó. És itt tényleg az első boss az olyan, hogy előtte takarítani kell a területet. Jó, akkor még a boss az picit odébb van. Mert nem spónolós ellenfelek lövöldöznek majd rá. Oh, hello, mi? Köszi. Hey, ezt is felvenném, nem? Jó, ide benézünk gyorsan. És szerintem ez lesz az első olyan épület. Mert ilyen... Igen. Jó. Tehát az ilyen tornyokat keresni kell és meg kell mászni. És fel kell jönni. Mert ezeket az ellenfeleket, mielőtt bemész az első bosshoz, ki kell nyírni, mert ezek nem spawnolnak újra. Oké. Csak ezek nagyon genyok. Na ez nem spawnol újra, és ezeket azért kell, mert az ott a boss aréna. Az ott, ahol most célzok. És ő innen rálát, és elkezd ágyúgolyókkal lövöldözni, sőt onnan is, meg majd onnan is. Tehát ezeket az épületeket meg kell tisztítani, mielőtt az első bosshoz bemegyünk. Erre még emlékszem. Hogy egy megvan. És szerencsére ezek olyanok, hogy nem is spawnolnak újra. Ugye a Jokariumban jönnek ki, és azok ugye nem szoktak. Jó. Itt van egy nyakas baba. Szépen. Ez az. Megvan az első shrine, illetve a következő shrine-unk megvan. Ugye itt már voltunk benne, az előbb a shrine-t szépen beaktiváljuk. Feltöltjük, amit fel kell tartani. Jó. És megyünk a következő épületet, megtakarítjuk. Itt van egyébként a boss aréna. Ott. Ott fogok majd beérkezni. Szép álmokat. Na, nem kapsz el. Az nekem fáj, és én nem szeretem, hogyha nekem fáj. Jó. Jött akkor a következő.
Egy-egy. Hát ő viszont telibe látja a boss arénát. Jól van. Nincs ez semmi baj. A saját dolgomat könnyítem meg azzal, hogy ezeket itt leabálom. Hé, ez itt maradt. És elég szív. Oké. Okay. Azt mondja, hogy ott jöttem be, akkor erre jövök tovább. Erre csak. Jó, ezt a shortcutot kinyitom. Hello, mi? Jó, majd. Itt hogy van még ellenség? Ja, hogy ő! Hát őt már korábban megöltük. Ide viszont kell egy kulcs, ha jól emlékszem. Na igen. A kulcsot meg az első boss fogja dobni. Minő meglepető. Meglepető, így van. Meglepetés. Ez az. Valaki észrevett. Ja, hogy te ott vagy. Hát figyelj, én nem is láttalak. Jó, ezt kérem. Meg ide elnézünk, takarítunk egy picit. Erre se lenne muszáj eljönni, de itt van egy fürdő. Meg egy hülye madár, fúj, madár, fúj. Fúj, Tengu, fúj. Meg itt van a loot is. Kérem a fürdőt. Meg kell benne szépen mártózni. Willy fiút megnézzük kicsit közelebbről. Rég láttuk az arcát. Jó. Azt mondja, ez kuszariga más volt. Jó, hát akkor hajrá, hajrá. Várjál, azok zsiráfnyakúak. Szerintem az is. Az hát. Nem kell lesz ide nekem, fúj, zsiráfnyakú, fúj. Na. Aha, itt ott lesz Kodama, ha jól látom. Azért elmegyünk, nem hagyjuk itt. Hé, hey, elixir, itt haza. Meg láda is van. Jó, ezeket is kérjük. És itt a Kodama. Szia, gyere velem. Kedves leszek hozzád. Én barátságos. Etetlek, itatlak. Jó. Azt mondja, hogy itt van egy láda, de úgy emlékszem, hogy ez az ajtó, ez a másik oldalról nyílik. Aha. Ez az oldal a másik oldalról nyílik. Jó kis shortcut lesz, hogyha nem akarod majd itt végig verekedni magad egyszer sem. Megmondom az őszintét, én nem terveztem meghalni mostanában. Jó. Oké. Jó, jöhet a következő torony, megtakarítjuk ezt is. Hello ninja! Anyádat a bombába, jó? Meg kell takarítani ezt is. Jó, hát egy ilyen, meg egy ilyen. Csá.
Á, ez is megvan. Nálad mi volt? Ó. Ninja locks. Az jó. És akkor még abban a házba kellene átmenni. Úton vagyunk. Ez az elixír, ez itt maradt. Jó, azt mondja, hogy erre megyünk. Még nem megyünk el a bosshoz. Ezek is, hallod? Aztán mit akartál? Úgyhogy mi ez a damage? Na gyere, zsirá! Kösz a mérgezés. Mi lenne, ha oda mennék és... így venném kezelésbe? Mondjuk tök jó, mert a mérgezés nem tud megölni. Úgyhogy Andidódot megkeressük. Andidód! Itt van. Így. Na, van egy shortcutunk is. Itt nincsen ninja. Itt szokott lenni. Ninja, szamuráj, egyre megy. Jó. Ja, de van. Lefejeztük. Oké. Az hogy ment mellé? Ügyes vagy. Meg tudtál halni. Jó. Élet kell. Akkor elvileg az összes tornyot kitakarítottuk. Az azért jó, mert akkor bemehetünk a bosshoz. Ami... várjál, hol vagyok? Ami itt van. Jó. Nem tudom, hogy lesz-e különösebb cinematik, de én bebuffolom magam. De gané vagy. Jó, mehetett volna jobban is, ez egy easy boss. Meg lett volna rögtön az elején, hogyha azokat a hülye csillagokat nem dobálja le, amik ugye lelassítják a futásomat. Na, most viszont csinálunk egy olyat, hogy mivel megvan a kulcs, ezt itt ki tudom nyitni. Ezt. És le tudok ide jönni a ládákért. Jó. De ezt a ládát meg már előttem kifasztotta valaki, ennyi. Jó. Tehát akkor itt ez a terület, az azt hiszem ennyi volt. És nem sokára közeledik a következő boss. Meg egy kicsit elhúzzuk az időt. Mert itt most a kulcsa lesz, ki tudom nyitni. És majd ez az ajtó másik oldalról nyílik, és arra lesz a boss ranom. Mondjuk, melegítsünk be erre a területre. Na látjátok? Ez az armor set a harmadik DLC-vel lesz elérhető. De így ezekből ki lehet farmolni. És ezt csináltam én is. Látjátok, ki is dobta a hajabusa. Kokét. Csak annyira nem jó.
Tudja fene, hogy hol van. De nem jobb, mint ami rajtam van. Na nézzük. Láttam ám, hogy ott vagy. Az enemy sense nem téved. Köszönöm az elixírt. Wow! Megöttem. Az hova nyúlik ma a nyaka? Áttargetolnám. Szép volt. Ja, hogy... Adjál már békén. Na gyere akkor, na. Hú, riadót fújt mindenkinek is. Nem ezt akartam, hanem ezt. Egy. Ez az. Azt hiszem, itt is van egy kodama. Igen. De valahol még kell lennie. Ez még nem az utolsó volt a pályán. Jó. Láda, azt kinyitnám. Karda, 116-os szinten. Hát. Öngyilkossága ehhez a bosshoz bemenni ilyen alacsony szinten. Emlékszem, én is mennyit szívtam vele anno. Alacsony szinten bejöttünk. Na jó, ennek most találjam, hogy mit kell mutatni. Kéket. Hát nem. De mi ez, hogy csak egy esélyem volt? A szépen kidobtad egyébként. Anyád valagát, jó? Fürdő! Ne elixírt pazaroljunk el, amikor ez is feltölti a HP-nkat, meg még kapunk boostot is rá, mert gyógyvizesek vagyunk. Hot Spring! Kaptunk acsit érte! Ó, miért kaptam acsit? Mert gondolom megfürödtem itt az összesben. Érdekes. Ez az. Na most felmerül a kérdés bennem, hogy akkor hol van az utolsó kodama? Mert egyet elhagytam, és kodama szenzel vagyok. Most kereshetem azt is. A rohadt életbe. Hogy lehet így elrejteni kodamákat? Ott loot van, kérem. Jó, hát megyünk vissza és megkeressük akkor. Ilyen egyszerű. Gyerek oda ma, hol vagy, hol bujkálsz? Nem, nem itt. Meg kell keresni mindet. Ez olyan, mint a Pokémon. Szerezd meg hát mind. Köszönöm az elixírt. Ez így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Ez enemy, ez enemy.
Hol hagyhattam el? Ez megint egy nagyon-nagyon jó kérdés. Azokat megint ellenfelek. Az ott megint ellenfél. Ez is az. Oh, hello, mi? Viccesen, akkor a másik oldalról jön az ember, mi? Na. Itt van! Szia, téged kereslek. És megvan. Ó, és ezért is kaptam Osu Guide. Kaptam ezért is acsit. Erre gondolom, akkor ebben a régióban is megvannak a kodamák mindegyik. Oké. Okay. Mondom, amikor először játszottam a játékkal, nem találtam meg mindegyiket. Ez most lett így ilyen fura fétisem, hogy találjuk meg az összeset. De nem baj. Kell. A kodama fontos. Jó. Pedig megvan megjelenés óta a játék, és én most is tudok olyan dolgokat csinálni benne, amik acsi. Amit ugye a játék acsival jutalmaz. Jó. Na, akkor jöhet a... Pihentem amúgy, hello! Ez mi volt? Rendesen lepihentem, és respawn után ez egyből rásolt rám. Hát mi a fene? Egyszer. Oj, te, de nem kívánom ezt a bosst senkinek. Undorító. Gyors, állandóan védekezik. És genyó nagyon. Hallod, én tiszta Walking Dead, figyeld. Ezek megtámadj. De jól néz ki amúgy. Na, ő lesz egyébként a boss, ez a villámhárító fejű. És ott van Maria is. Emlékeztek még Mariára a DLC elején, ott ült a dojo-ban és beszélgetett Hanzoékkal. Oh, hello me. Onushi, ironna mono o seoute oru na. Ieyasu dono no. Nem is ezek a spiritjeim vannak. Shikashi. Washi ni mo seou mono ga aru. Anji. Washi ga yomi ni okuri kaeshite yaru. Visakudesu pokolba. Aha, jó. A szép mutatvány volt. Na! Te Gani! Egy HP-val! Igen, mert a Phoenix az egy HP-ról még mindig. Te személy, te mocsokbossz, de gyűlöltelek régen, most is gyűlöllek. Egy jó párszor egyébként mellékküldetésbe le kell verni. Mi az, hogy ennek még nincs vége? Ez ki? Kicsit megviseltek Hanzoék. Keste hikanu onushi na hike to mousu ka. Kotabi wa sono ki dewa nakatta you da na. Most kéne egyébként levágni a fejét. Egyébként, hogyha hagytam volna érvényesülni harc közben, kettőfajta spiritje van neki is. Van egy szél, illetve egy víz alapú.
azzal, amivel leszúrt, na jó, azt majd elmondom a videó után. Shigezane-wa-oni-to-nari. Kojuro-wa-yamai-ni-taoreta. Kono-mama-de-wa-tenka-wo-mise-te-yare-ne. Kie-kake-te-ita-waga-yabou-wo. Espanya-kara-kita-maria-ga. Futatabi-mezane-sase-ta-no-da. Igen, Maria, lelépettem. Maria? Maria dononara, kurano hóde omikake shimashitaka? Ó, ő látta a közeli storehouse-ban. Jó, akkor oda fogunk menni. Tehát a Blue Dragon Spirit, nagyon jó. Tehát, ez a boss, ez tudott volna úgy, hogy mikor elég HP-t veszít, akkor benyomja a Living Weapon-t, ami szél alapú, és azzal ugye, mint a Tengu is, maga a legtöbb szél alapú támadás, vagy spirit, olyat csinál, hogy ilyen zöld szél lökés hullámokat küldözget feléd, amiket ki kell kerülgetni, ez ugye stim, ez adott. Illetve, hogyha azt leverted róla, vagy elfogyott róla, mert ugye el tud fogyni az ő Living Weapon-je is, akkor ugye simán kell vele küzdeni, és hogyha megint fogyott egy kicsit a HP-jából, akkor viszont víz alapú spiritet fog elnyomni, és ilyen víz tócsákkal fogja teledobálni a pályát, ami sebez téged. És hozzá se kell tennem, hogy amikor rajta van ez a szél alapú Living Weapon a kardján, akkor konkrétan az egész pályát át tudja így rusholni azzal a szúrótámadással, amivel ugye engem leszúrt rögtön a harc elején, és ugye a Phoenix beaktiválta magát. Úgyhogy az úgy nice. Na szóval akkor itt megvan az összes kodoma, itt is megvan, mint ugye itt is megvan a 9, és itt nem lesz egy sem. Megyünk Maria után, csak előtte valamire kíváncsi vagyok, ami nem vagyok kíváncsi semmire. Megyünk Maria után. Nem, a shrine-ba akartam volna benézni, meg a blacksmith-be, de rájöttem, hogy fölösleges. Jó, ha jól emlékszem, akkor a DLC-nek ez lesz az ending bossa. Jó. Na nézzük, hogy miből élünk. Itt volt ugye a harc. Itt kihívok már egy-két dual szördöset. Mondjuk 580-as szintű. Csak hogy bemelegítsünk egy picit. Hát, igazából az lett volna a cél, hogy a Phoenix-et feltöltsem, de úgy néz ki, hogy erre nem nagyon fog sor kerülni. Ja, nagyon kevés. Megy fölre. Megkaptam egyébként a kardot. Ez is sima kard, sima kard. Dual sword. Jó, hát ezekkel most ne bajlódjunk. Ez jöhet. Ez hetet ad. Samurai lokra jöhet. Volt egy pár haj, amit el lehet nyomni. Jó. Nézzük, 20 000 feltölti. Felám. Jó, tehát itt volt az előző boss harcunk, akit rommá aláztam. És itt lesz Maria. Maria egyébként engem a Bloodborne-os Mariára emlékeztet.
Nem tudom, hogy miért. Főleg úgy, hogy a Bloodborne-nal jóval később játszottam, mint a Neo-val. Vagy pont fordítva, mindegy. Na gyere Maria. Hú, erre viszont nagyon nehéz lesz feldobni a weakness-t meg a slotot. Nos habéis arrebatado nuestra edad de oro. Érthető nyelven beszéljem, hálo. Hú, ezzel is rengeteget szívtam régen. Most azért annyira nem. Szia, Maria! Azt tudod. Hát amikor először játszottam a játékkal, nyilván alacsonyabb szinten is voltam itt, meg... nem is volt olyan jó Nios rutinom, meg nem úgy fejlesztettem a skilleket, ahogy kellett volna. Teljesen elcseszett volt az a véget. Valami másfél órát szívtam ezzel a bosszal. És az a baj, hogy nagyon jól tudom, hogy hová viszi az Amritákat. Közeleg a háború. Ejj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 
Öcsém az ilyen Naruto embere. Jó. És azt hiszem ezzel van vége a DLC-nek. A Maria az végig vissza fog térni párszor, de igazából a harmadik DLC-nek a végén lesz egy nagyon fontos szerepe. Nem mondom el, hogy mi, de fontos szerepe lesz. Na, viszont ezzel, hogy ezt megcsináltuk, kaptunk ám mellékküldiket. Van ez. Erre emlékszem, azt nem akarom. Szélalapú Divine Dual Sword. 174, 171. Várjál? Ja, igen, itt kettő főküldé volt. Jó, megcsináljuk először ezt a mellékest. És majd utána a másikat, mert arra úgy emlékszem, hogy az eléggé genyó. Na, szóval Dattel leverve, lealázva, Maria leverve, lealázva, a másik Dattel leverve, lealázva. Tehát konkrétan a DLC bosszokat, akiktől rettenetesen féltem, rommá lettek alázva, kivétel nélkül. Csak mondom, hogy van 20 darab samurai pontom, ninjutsu 101, van meg magic van 35. Ezeket majd tényleg valamikor szét kellene osztanom olyan skillekre, amiket szívesen használok is. Például majd megnézem, hogy a ninjutsunál vannak-e olyan passzív képességek, amik növelik a sebzést a kunainak, meg a különböző dobófegyvereknek. Pedig már pont nyomtam a blokkot, csak így a késő. Nem is figyeltem, nincs Kodama, ugye? Úgy emlékszem, hogy itt nincs. Jaj, viszont erre a melléküldire emlékszem. Boss az lesz rajta, nem mondom meg, hogy melyik, de engem picit irritál már. Erre, nem is erre kell jönnöm.
De már blokkoltam, hello! Jó, ő volt az egyik célpont, akit le kell verni. Jó, összeszedem a lootot. Oké, erre is lehetett volna jönni. Kösz. Kösz. Jó. Na, azt mondja, hogy ezt feltöltjük, és megyünk a következő célponthoz. Ezen simán végig lehet egyébként rusholni, de miért? Hello, mi? Jó. Azt mondja, hogy... Oh! Meg au. Hát, Haberta, nem voltál hosszú életű. Szépen mellé ment. Elkap! Jó. Nem szeretem őket. Elkap, az nagyon-nagyon fáj. A grab attack-jük ezeknek nagyon szemét. Itt van egy shrine. Erre viszont itt nem emlékeztem. Jó. Ez az. Várjál. Azt nézem, hogy honnan tudnék oda felmenni hozzájuk, de pont ott van a rém. Azt hiszem, ezt kihasználtuk egy tisztességesen. Fent van valami lárikó. Azt azért kinyitnám. Mondom, kinyitnám. Ó, hello. 3 esernyő. Aztán miért? Én biztos, hogy le nem ugrok hozzájuk. Inkább megyek a hosszabb úton. Kösz a paralízist! Na tényleg, itt is van valami nem. Csokolom! Ott van a golyó. Ezt kérem. Na most, ha emlékeim nem csalnak, akkor itt van fent egy lövész. Igen. Ki rá fog látni a következő arénára, és nem kéne. Bár arra is emlékszem, hogy mintha itt újra spawnolna majd. Shrine nélkül természetesen. Csak azért, hogy megnehezítse egy kicsit a dolgunkat. Ja, hogy ja! Itt van az ajtó. Targetolnám. Egy-egy. Jó, megy ez. Tehát ez volt a második célpontunk. És a harmadik célpontunk meg itt lesz majd. Az ajtó mögött. Nyissat hát. Mert ott őt kilőttem. És akkor most jönnek a buffok.
mondtam, hogy újra fog spónolni a Gani. Ja, és közben jött volna egy ilyen is meglepetésnek. Fú, az nagyon gané volt, hogy ott lövöldözött fentről, és hiába ölöd meg előre, újra spónoltatja a játék, hogy ne legyen olyan könnyű dolgot. És megint megtelt az item box. Jó, akkor abból vagy eladjuk, vagy... három lehetőség van, vagy felajánljuk és szintet lépünk belőle, vagy eladjuk és pénzt csinálunk, vagy nyersanyagot. Ó, bakker. Jó, majd ezt mindjárt kitalálom. Kaptam ezt, azt. Jó, én azt mondom nektek, hogy... Először ránézünk. Ez a 11-es kusza az nem olyan rossz. Főleg úgy, hogy nem használom. Jézusom, tényleg mennyi minden van itt. Azt a rohadt életbe. Jó, hát én akkor várj egy fél pillanat, ez kell. Ez jöhet? Jó. Shrine, és felajánljuk mindent, ami kék vagy fehér, illetve kék és fehér alatt. Jó. Az a baj, hogy ez még mindig rengeteg. Tehát lehet, hogy még a lilákat is be kellene, hogy áldozzam. És csak zöldeket tartani magamnál. Az lesz pedig. Jó. És akkor most már csak zöld tárgyak vannak nálam elvileg. Hát meg... Amik itt voltak még ugye lokkolva. Jó, hogy ezt használom? Hát erre ingyen ránézek, hogy van-e olyan íj, meg puska, ami... Hát van, de... kisebbet sebez. Bár mondjuk, ha felmegy a familiarity, akkor lehet, hogy jobb lesz. Mi csinálsz? Azt mondja, helyreállítja az életet, hogyha bullseye van. Aha, az jó. Amit a nyakahely... Ezek jöhetnek, ez jöhet. Az jöhet. Azt figyeld, mit tud! Figyelj! Ott az utolsó fix effekt. No guard break, aiming ranged weapon. Tehát elvileg célzás közben nem tudnak kizökkenteni. Ó, hogyha ez az, akkor ez nem olyan rossz. Igen. Jó. Jó, nem rossz. Na, jó, van még itt mellékküldi, ezt csináltuk meg az előbb, nem, ezt már korábban megcsináltuk, ezt csináltuk meg az előbb. Jó, most viszont jön ez. Nem, nem, ezt a végére akarom hagyni. Ez melyik? Miért van az érzésem, hogy a százlábút kell még egyszer leverni? Mondjuk azt csúnyán megaláztam a főküldin, mi lenne, ha most is megcsinálnám még egyszer? Az a baj, hogy jó párszor az a százlábú bossz az mellékküldetésekben vissza fog térni. Hát, igen. Jó, nincs semmi baj. De van baj, megölt. Ez így baj. Jó, picit bátrabban kellene neki mennem. Aha, kösz. B-terv. Úgyis meghalok együttésbe kb.
Mondom én. Hát kiütött a kiből, és egyszerűen nem hagy érvényesülni. Jó, akkor mondom, a B-terv. Egy ilyen, meg egy... Ilyet is akartam rádobni. Én is tudok kám dobálózni, haver. Na. Jó, ennek már egy picit lehet, hogy több élete volt. Mint a főkörén, meg egy kicsit keményebb is volt most. Kussoljál már be! Kuss! Ismerem egyébként fura a movesetet. Simán ki tudom kerülni az összes támadását, csak amikor a kaszabolóst elkezdem, akkor ugye nem tudok kikerülni semmit. Tehát az ott fixen földbe gyökeredzik a lábad, és onnantól kezdve, amíg benne vagy a move-ban, nem tudsz dodge-olni. Ez volt a hiba. Úgyhogy inkább neki mentem, úgy face to face. Jó, azt mondja, hogy itt megvan mint. Itt elvileg van ez az egy, meg itt van még ez az egy. Hands of Dragon. Jó, megnézzük előbb ezt. Úgy emlékszem, hogy ez nagyon genyó pálya, de meg kell csinálni ezt is. Mindöt meg kell csinálni. Tölts már be játék, mire vársz? Jó. Ez talán az. Köcsök te engu. Komoly tenguval kell kezdeni. Aha. Ez az lesz. Gyűlölni fogom ezt a küldit. Rengetegen jönnek. És nagyok. Már blokkoltam ám. Jó, elvileg most ebben a sarokba fog dobni egy genyót. Azokra a pályákra emlékszem, kristálytisztán, amiken nagyon sokat szívtam régen. Hamar dodzsoltam. És ez tipikusan egy olyan pálya. Menj már innen. Jön még, elvileg kettő. Egyszerre. Küld a kuszarigamást is. Na, gyere, küldjed még. Né? Akkor az NG pluszom van? Vagy az egy másik küldetés? Úgy emlékeztem, hogy ez sokkal hosszabb. Hm.
Most 1.200.000-en van, vagy 12 millió, nem figyeltem, csak a sok számot láttam, hogy rengeteg amritám van. Melyik küldetés dobott olyan sokat? Hm? Csak kérdem. Megnézem egyébként. Az 12 millió, haver. Jó. Shrine, nem shrine, hanem ez kell nekem, mert kaptunk egy zöld kardot. Elvileg ezt. Windes, aha. Jó, hát akkor jöhet ez. De lehet, hogy ez az. Tehát, itt nagyon sok egyforma küldetés van, úgy emlékszem. De megcsináljuk ezt is. Utána a következő részben viszont elmegyünk a másik DLC-be. Ó, bazd meg. Ez rosszabb. Ez sokkal rosszabb. Itt csak két ellenfél lesz. De az dupla boss. Jó. Az damage volt. Viszem el. Mondom, ledobálom a gyökeret. Gyere vissza. Ezt akartam az előbb is csak. Csak annyira meglepett, hogy az nem igaz. Jó van. Szép volt. Az a trükk egyébként a dupla bossoknak, hogy ki kell szemelned a leggyengébbiket. És iszonyat gyorsan le kell abbaállni, hogy utána 1v1-ben nyugodtan tudják küzdeni az erősebbikkel. Illetve lehet, hogy ő az erősebbik, mert láttátok, hogy van hitelt, full HP-ről, ha jól emlékszem. És a másik az genyobb volt, mert ő dobál mindenféle bombát, meg mindenféle szarságot, amik meggátolnak a rendes küzdelemben. Tehát itt én azért ajánlom a másikat, hogy először azt kell kiiktatni. Mindig rá kell érezni, vagy ismerni kell egyébként a bossoknak a movesetét, hogy ki mit csinál, és mérlegelni, hogy melyik az, amelyikkel kezdeni kell. Ez mindenki maga döntse el szerintem, hogy ki hogy érzi. Lényeg az, hogy mire ezekhez a dupla bossokhoz a játékos eljut, addigra mindegyik bosszal már találkozik. Tehát a dupla bossba olyat nem fog a játék berakni, amivel még nem találkoztál. Na. Azt mondja, hogy ez megvan, itt is megvan, mint meg ez is megvan. Akkor elvileg, hogyha rámegyek ide a régióra, azt írja, hogy a DLC megvan csinálva teljesen. Azt
Tök korrekt, mert akkor befejeztük ezt a DLC-t két videóból, ha jól emlékszem. És akkor még van kettő, aminek majd a következő részben esünk neki. Úgyhogy srácok, én elköszönök tőletek, ennyi lett volna a mai Nio. Remélem, hogy tetszett nektek, mert én nagyon élveztem. Ebben már voltak halálok is, nem úgy, mint az előzőben, bár mondjuk valamelyikben volt. Na mindegy, lényeg az, hogy itt már azért volt némi kihívás. Ebben a DLC-ben az összes boss-t rommá aláztuk. A főküldetésekben, a melléküldetésben a százlábúval azért picit szenvedtem, az röcögősen ment, de levertük azt is. Úgyhogy szerintem teljesen faszán befejeztük ezt a DLC-t, és legközelebb, hogyha jelentkezem Nioh-val nem olyan sokára, akkor elkezdjük a második DLC-t. Addig is szevasztok!